hadd kérdezzem, hogy amikor kopogat cipőd alatt a deszka, akkor mik azok a belső legjobb éned szerinti mozgatóerők, amik ott téged mozgatnak? Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök én is mindenkit! Hát, mire a kopogat deszka alattam, addig nekem már sok minden el kell, hogy dőljön. Először is az ember elolvassa az anyagot, aztán ha az anyag az minőségi, akkor foglalkozik vele, ha nem, akkor tisztelettel megköszönés. Jó napot kívánok! Aztán persze van úgy, hogy az ember... Gyakran előfordul, hogy visszautasítasz egy szerepet? Hát persze, engem bolondnak tartanak emiatt, de ez van. Milyen alapon szoktad visszautasítani a szerepet? Ha nincs katarzisa, ha nincs katarzisa, ha nincs tanítói, ha becsapja a nézőt, vagy hazudik az élet igazságairól, akkor vissza szoktam utasítani. Ha észreveszem. De vannak problémák, mert az ember elvállal egy Shakespeare-t vagy egy Molière-t, aztán közben kiderül, hogy az aberált rendező másként gondolja, mint Shakespeare vagy Molière, akkor nehéz napjaim vannak, meg a rendezőnek is. De van, hogy ott is hagyom, szóval már volt, hogy kiszálltam. Útközben is munkából azt mondtam, hogy kérem, hagyjanak engem ebből ki, mert... Az a dolog, amit Madásot ír a jó szobrász testvérünk ott a Falanszter jelenetben, faragja a széket, és hogy de ott is azt úgy faragja, hogy abból valami gyönyörű darab kerüljön ki. Na most ugyanígy, hogyha kapsz egy darabot, arra mekkora lehetőséged van, hogy nem is látod először a katartikus véget, de hogy esetleg úgy irányítsd, mekkora hatalmad van arra, vagy lehetőséged, hogy amiben nincs katarzis, mégis legyen katarzis. Na most olyan darab van, amiben deklaráltan nincs katarzis, de az egész minősége az igazságra irányul. Tehát, egyszer elrohantam egy ilyen darabról, ott volt a katarzis, és direkt ellenkezőleg kipiszkálták belőle, és akkor megkérdeztem a jelenés tanár urat, hogy mit csinálja a legközelebbi. Azt mondja, ne rohanj el, ezek erre várnak. Maradj ott, belülről legyél só. Na most, az nagyon nehéz, mert... Sokszor a kollégák is úgy érzik, hogy én ottan csak fontoskodok, vagy okoskodok, vagy nem tudom, mit csinálok, hogy miért nem csinálja. Hát, az arszpolitikám József Attilától van. Annak a Thomas Mann üdvözléséhez azt írja József Attila, hogy az igazat mond, ne csak a valódit. Tehát ha a mű az igazságra irányul, még ha nincs is katarzisa, de van példaértékű tanítása, hogy így ne, akkor azt az ember elvállalja. Hát így jut eszembe, hogy olvashatott József Attila Thomas Mann-t. Azt meri mondani Thomas Mann-nak, hogy Tamás, magas szintű valóság, amit írsz, hol van belőle az igazság? Az igazság szabaddá tesz. Ugye? Olvassuk Jánosnál. Na most, az igaz... Mit mond Arisztotelész? Arisztotelész meg azt mondja, hogy ha cselekvésnek nincs önmagán túlmutató természet fölötti célja, akkor az a cselekvés nem művészet. Na most, ha önmagán túlmutató természet fölötti célja van, akkor művészet. Azaz szakrális. Azaz igaz. Mert a profán az a valós. Tehát, hogyha valós valami, abban részt venni úgy, hogy nem sejlik föl az igazság, az nagyon kellemetlen. Tehát, hogy megértsék. Szoktak engem látni, talán például a Hídemberben ugye meztelenül is, mert hát megkívánta, hogy a Széchenyi megtérése előtti állapotban, hogy megmutassuk, hogy Széchenyi milyen hóhányó is volt huszárkorában, az megkívánta, nem boldog az ember ilyenkor, vagy éppenséggel káromkodik, vagy mit tudom én, a filmben, ha a szerep olyan, a karakter olyan.
De hát önök se verik meg azt az embert, aki húsvétkor Pilátust vagy Júdást énekel, vagy Mária Magdolnát, Pista bácsi gyűjön ide, maga volt Pilátus, nem szégyeli magát. Hát szóval nem így viselkednek. Mert hogyha, és nem lehet mindenki Jézuska meg Mária, a két pozitív. De ha a passió ott van vége, hogy Krisztus a kereszten meghal, az való világ. De ha Krisztus feltámad, akkor az katarzis. Azon belül már bármit játszhatok. Azon belül már bármit játszhatok. Épp ezért csak itt mondom, mindenhol elmondom, már pofámon is vágnak sokszor. Most egy nagyon jó keresztény futballista barátom, aki egyben egyetemet is végzett, nem csak futballista. Én is nagyon szeretek futballozni, ma délelőtt is voltam a Fradi öregfiúk edzésen. Na, elég az hozzá, hogy éppen mondta, hogy te, milyen jó, hogy erre fölhívtad a figyelmemet. Mondom, mire? Hát, hogy az István a király mi? Hát bocsánatot kérek, annak nem az a címe, hogy Szent István király. István a király. Ott Koppánynak van igaza. És mit mond István? Veled, uram, de nélküled. Hogy? Na és? Ismerünk ilyen karaktereket. És még bemutatják templomba, meg itt-ottam ott az István a király. És nem tudják, hogy mi a. Itt annóban nem veszek részt. Ahol én színházi vezető vagyok, oda nem teszi be a lábát az István a király. Az hülyíti a nemzetet. Mikor mentek a színész kollégák Csíksomlyóra játszani István a király, mondtam neki, ne hülyéskedjetek, normálisak vagytok, hát a székelyeket meghülyítitek. Hát még idáig azok normálisak voltak. Hát most azokat is meghülyítitek? Hát mit fog csinálni velük a Böjte Csaba, hogyha ti ottan meghülyítitek? De ugyanez a Jézus Krisztus a szupersztár. Hát ott se az a cím, hogy Jézus Krisztus a megváltó, hanem a szupersztár. Hát ott meg Júdásnak van igaza. Ha már meg kell halni, keressünk rajta. Hát erről szól. Erről szól. Hát abban egyikbe se vehetek részt. Ha komoly keresztény vagyok, akkor nem vehetek részt. De mint komoly művész sem, mert remélem, hogy művész vagyok. Ha visszatekintesz, és biztos ezt is elmondtad sokszor, a pályádon volt-e valami olyan, amikor kezdtél bekeményíteni, amikor mondjuk egy megtérés? Erről egy kicsit tudsz beszélni? Igen. Ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert pedagógus szülők gyereke vagyok, és mindjárt az elején fölfogtam, ugye ilyen vasárnapi keresztény voltam, liberális keresztény, ilyen nincsen, de én azt hittem, hogy van. A szüleim nem ilyenek voltak, de én azt hittem, hogy van ilyen. A liberalizmust el kellett dobnom, hogy végre keresztény legyek. Elég az hozzá, hogy a Simicity főiskolán Hegedűs Géza bácsi tanított minket drámatörténetből. És mindjárt az első órán letette azt a bizonyosat, amire építeni lehet. Ha ezzel mennek haza és megértik, nem gyűjtek hiába. De ez nem csak a Simicity főiskolán kellene így tanítani, hanem az óvodába, az iskolába, az egyetemen, mindenhol. Mi volt abban a batyúban, amit ott letett? Amit ott letett, kérlek szépen. 1976. szeptemberében Hegedűs Géza bácsi, az Isten áldja, megérte, valamelyik haláltáborból jött haza csodával, határos módon, nem realista, aki nem hisz a csodában. Nagyon-nagyon szerettem. Ott ért össze, amit a pap nagybátyáimtól, meg a szüleimtől kaptam, ott az első órán, az agyamba. Azt mondta Géza bácsi, hogy racsolt. Kérem, itt alkalmas, hogy mindenki színész lesz. Ugye ez nem csak a színészre vonatkozik, hanem minden életállapotra. Kem alkalmasint kiváló színészek lesznek, kem alkalmasint mester, színész, szakemberek lesznek, kem alkalmasint többet keresnek, mint én, sajnos. Eddig mindenki érti. Kem művész, azaz hivatását teljesítő szakember, mert a mester szaki az még nem művész. Művész, azaz hivatását teljesítő szakember csak az lesz, aki két könyvet elolvas, azt mélyen a szívébe zárja, és amikor megélt a buksiába, összestimolja és sugározza a két könyv. Az egyik a Biblia, másik Arisztotelész poétikája. Szív, agy, harmónia, morál és bölcselet. Ez az egyetemes lét, ez a harmonikus lét.
Fidesz et ratio. Ez az aquinói Szent Tamás teológia. Én szerettem volna a Bolberichez, ugye van egy közös könyvünk, a Tál és teológia, és szerettem volna beiratkozni hozzá, azt mondta, ne húzd az időt. Lesz egy diplomád filozófiából, a lényeget tudod, mert én egyszer azt mondtam neki, hogy te, minek a filozófia tudomány, mikor aquinói Szent Tamásnál nincs több? Azt mondta, hát ez egy jó kérdés, a többihez képest csak... Na most... A közepét tudod, a többi meg ide-oda, hogy Hegel, vagy Kant, vagy Marx mennyire van tőle, hát ötödrangú kérdés, a közepe a lényeg. Na, elég az hozzá, hogy akkor én ezt megértettem, ugye, mert a szüleim pedagógusok. A szívre nevelni kell, az agyra okítani, a kettő együtt a tanítás. Morál és bölcselet. Ez a harmonikus, ez a tanítványi állapot. Mert nem csak nevelményeknek és nem csak okítmányoknak kell lenni, hanem tanítványoknak. Mert ha szétszakad, akkor az agyasok hűítik a hiszékenyeket. És ez egy nagy divat. Ez egy nagyon nagy divat. Ezért hívják magukat IT-nek, elvtárs, és elvtársnő, ET. Szóval ott olyan alapot tett le a Géza bácsi, hogy én szerettem volna művész lenni. Azám, csak hogy én a magánéletemben úgy gondoltam, hogy hát én katolikus vagyok, hát bizonyos bűnöket elkövetek, hát majd meggyónom. Egyébként a színpadon meg, majd művész leszek meg a filmen. Na most, ez egy ilyen kétlaki élet, ugye nem lehet két úrnak szolgálni. Szóval rájöttem, korábban is az André Rubio volt a kedvenc filmem, ott jöttem rá, hogy nem lehet ikont festeni úgy, hogy az ember nem ikon. Mert akkor csak hazudja az ikon festészetet. Tehát akkor lehet jó ikont festeni, ha az ember törekszik arra, hogy ő maga is ikon legyen. Azaz Isten kép más. És akkor lesz igazán szabad. Tehát akkor bekerül egy darabba, ami az egész, az igazság, a jóság és a szépség harmóniájában van, akkor abba el lehet játszani negatív szerepet, pozitívat, hiszen az egésznek van egy jó példázata. És azon belül jól kell felmutatni a rosszat is, a jót is, a jóról rosszra, vagy a rosszról jóra váltakozót. Amikor a Rubio vagy az ikonfestők teszik a munkájukat, akkor térden állva teszik, böjtölnek, imádkoznak, és akkor lassan alkalmassakká válnak arra, hogy az ikon valami többet hordozzon, mint pusztán egy emberi erőlködést. Neked mi az eszköztárad, hogy az ikon az eszköztárad? Az eszköztárom az ikonhoz? Igen. Rózsafüzér az edzés, Szent Mise a meccs. Egyszer ezt így mondtam, azt mondta Bolberis atya, mondd mindenhol, mert a papot meg a kutyát a szájáért fizetik, igaz téged is, de tőled nem várják. Most felmutattad a rózsafűzért, ezt végzed naponta? Naponta mind a három rózsafűzért elmondom, a klasszikusat. Így van. A negyediket nem mindig mondom, sőt, hogy ha dicsekszem az Úrban, dicsekszem, segíts magadon, az Isten is megsegít. Elmondom mind a három klasszikusat. Elmondom utána a szeretett láng rózsafüzért és az irgalmas rózsafüzért is minden nap. Ezen kívül böjtölök, és Isten kegyelméből most már több mint 20 éve minden nap szentmisére megyek és szent áldozáshoz járulok. Hát ez az én térdeplésem. És akkor az ember olyan áldott állapotba érzi magát. És akkor ha vele van a Szent Háromságos Egyisten, akkor bekerül ilyen éles helyzetekbe, akkor úgy tud dönteni, hogy ezt nem kéne, vagy az kéne. Ugye segíts magadon, az Isten is megsegít, mondja a bölcsességünk, hogy a szabad akaratunkat jól kell használni. De hogy jól használjuk ebbe a bolond világba, az ördög mindig csinos volt, de soha nem volt olyan csinos, mint most. És ezért, hogy jól tudjuk használni a szabad akaratunkat, ehhez nálam erősebb az ördög. Én egyedül kevés vagyok hozzá, hogy legyőzzem. De ha velem van az Isten, ha Isten velünk, ki ellenünk, ugye? Magyarországi elmondata jut eszembe,
mindent elkövettem, hogy a törvény így kezdődjön, az alaptörvény. Nem tudtam elérni, sajnos. Pedig csak aki nem tudná, ez Magyarország jelmondata. Édesapám 2006-ban halt meg, Isten nyugosztalja, Szent Mihálykor, falu búcsúnapján, és még előtte 4 hónappal Viktor barátomnak írt egy levelet. És a 2006-os kampány előtt. És odaadott egy borítékot, hogy édesapám, hogy adod a fiam a barátodnak. Mondom, kinek? Hát a miniszterelnök úrnak. Ő csak így hívta, akkor éppen nem volt miniszterelnök úr, de korábban az volt, tehát járt neki a titulus továbbra is. Mondom neki, papa, hagyjál békén. Azt mondja, fiam, add oda! Matematika, fizika, földrajz, rajztan. Fiam, add oda! Először megkért, nem volt elég, fiam, add oda! Odaadtam, mit ír, mondja Viktor. Mondom, szóval nyitott a boríták, mondom, nem képzeld el, olvasom, neked szól. Kinyitotta, és mikor a férfinek úgy párás lesz a szeme, akkor az ember úgy meg befelé nyel. Mondom, ami baj van? Baj, és átadta nekem a levelet. Olvasd, ilyen apád van. Excellenciás uram, engedje meg, hogy a kampány jelmondatának ajánlja. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Talán nem volt szerencsé, hogy a szülei szóltak volna, vagy olyan történelem tanárai lettek volna. Ez Magyarország jelmondata. Mikor Szent István megkapta a koronát, ezt választotta Pál levélből, és eleink, amikor Mohácstól, Isonzónát, Donkanyarig háborúba indultak, csatába indultak, mindig így mentek, ha Isten velünk, ki ellenünk. Ez Magyarország jelmondata. Na, így kellene kezdődni a magyar alkotvány, az alaptörvénynek. Szerintem így kéne kezdeni, mert az Isten áld meg a magyart. Most nagyon messzire mentünk el, most nagyon beugrottunk valamibe. Napok óta a heti válasz, hetek óta furkál, hogy egy riportot tőlem. De nézzék, én mindig vigyázba állok, ha meghallom a himnuszt. Még ha fürdőkádban is vagyok, fölállom, ha hallom, hogy kint megy a meccs, himnuszal elkéstem a kezdésről, szóval nincs mese. De hogy Banga Béla, a nagy jezsuita, 1921-ben oda nyilatkozott, hogy a kiegyezéssel a magyar értelmiség és társadalom letért a Széchenyi István féle útról, és liberalizálta magát a kiegyezéssel. És ez igaz. A mai napig döglik a magyar nemzet a liberalizmustól, jobban, mint a kommunizmustól. És nem haragszanak, az írója a himnusznak vajon katolikus-e? Az egy református himnusz, emberek. Nem, én ökumenikus vagyok, de nem szabadakarati teológiára épül az a himnuszunk. Isten áld meg a magyar. Ő áldana, mi hagyjuk-e? Segíts magadon, az Isten is megsegít. Tehát a korábbi himnuszunkat én jobban szeretem, a Boldogasszony anyánkat. Én jobban szeretem. A szabadakarati himnusz. Ez nem szabadakarati himnusz. Add, uram, de azonnal, add már, uram, az esőt! Langsam, bitte langsam. Én nem nagyon rajongok a himnuszunkért, nem is mondom. Nem vagyok hajlandó elmondani nyíltan. Ha kell énekelni, akkor énekelem, de én nem rajongok a himnuszunkért. És fölállsz még a kádban is. Fölállok még a kádban is, hogyha hallom, hogy lemegy a tévé és megy a meccs. Fölállok a kádban is. Sőt, hogyha elbóbiskolok a díványon, és közben befejeződik a tévé, és meghalom, akkor ez felugrás. Hát persze, hát a himnusz a himnusz. Vagy lekapcsolom a tévét, hogy ne kelljen hallani. Mikor fedezted föl a sziklatemplomot? Sziklatemplomot, amikor visszakaptuk. Amikor visszakaptuk, ott meg a balettintézet volt. Ugye itt a filmtanszak volt fönn, én itt csináltam vizsgafilmet fönn a kápolnába,
mikor visszakaptuk, mármint a magyar pálos rend, én mindig nagyon büszke voltam a pálos rendre, bár nem udvarlásként mondom, voltam Loyolában is már, mert nagyon csípom az éles kereszténységét Aquinói Szent Tomásnak, meg Loyoli Szent Ignácnak, szóval ennek a kettőnek olyan nincs pardon, kereszténységük van, szóval nagyon bírom őket. Mielőtt visszaadták a pálosoknak, és a nagy beton mindent eltakarítottak, előtte mit tudtál róla? Semmit. Hogy ott van, a nagybátyámtól tudtam, hogy ott van valami. Tehát amikor voltunk Gőzfürdőben, és a pap nagybátyám mondta, hogy itt voltam a pálosoknak, itt a... És a Borika lányom, mikor megszületett, már ott volt megkeresztelve. Mindig kérdezik tőlem, illetve ugye most már elmúltam 60 éves az idén, és ugye jár az agyam rajta, hogy Jézus Mária, hova kéne temetkezni? Ha haza a szülőföldemre temetkezek, Hegykőre, Sopron mellé, akkor a gyerekeknek messze vagyok. Mit tudom, hova kerülnek a gyerekeim? Ha Pestre temetkezek, Kossuth Díjasnak jár egy parcella, díszparcella, de ugye én úgy Isten igazából a sziklatemplomban nyugodnék. Ott úgy örülnék neki, de oda nem lehet temetkezni. Ott, ráadásul az olyan, ugye ennek a gyönyörű szép történelmi Magyarországnak a közepén, a fővárosba, mint egy mellkasba, ott pulzál az egyetlen magyar alapítás és az utolsó kanonizált szerzetes rend, ott pulzál a sziklatemplomba az oltári szentség, mint egy mellkasba. Ott nyugodni, mit? Nagyon örülnék, ha ott lehetne nyugodni, de hát ott nem lehet, mert ott nincsen temetés. Nem tudom, majd ma, az sem biztos, hogy el kell temetni, mert lehet, hogy fölrobbanok, mit tudom, vagy elégek, mit tudom én. Nem lehet tudni azt előre. Vagy belefulladok valami tengerbe, elsüllyedünk valamivel, vagy leesik a repülő, vagy mit tudom, nem, ki tudja azt. Tudod, az nem régóta, több mint egy év óta egy ilyen budapesti új zarándokútnak is a kiinduló pontja. Néhányan a tiszta szív, a fehér szívnek Igen. az útja a Igen. sziklakápolnától a pesti ferencesekig. Ez most már ugye Csaba testvér nagyon fölvállalta, Igen. aztán Erdő Péter megáldotta, de az is nincs kizárva. Hát tegyél rá javaslatot, hogy csináljanak ott egy urnál helyező helyet. Szerintem nem lehet, mert a természetvédők megakadályozzák, ott hő források vannak alatta, meg szerintem az, meg hát ha pálosok nem oda temetkeznek, akkor én, ki vagyok én? Ugyan, hát, ja. Pálos Karcsika, Szamóca oda temetkezik. Miattam fölborítanak egy törvény, nehogy már. Minden csütörtök este ott vagy? Minden csütörtök este, ha nem játszom, mert ugye hát ha játszom vagy filmezek, akkor nem tudok ott lenni. Igen, az is 20 éve van minden csütörtök este a szenvedés órájában a szentségimádás. Én nem hallottam soha szűzanyát, én úgy vélem egyszer hallottam a szűzanyát, mikor Medjugorjéban hálát adtam a napi megtérésemért, ugye az Úrimájának a centruma ad meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Az Úrimájának centruma mi atyánk. És azt mondja, éppen a mai evangélium, én veletek leszek minden nap a világ végéig. Hát ő velünk van. Egy nap annyi, mint egy élet annyi, mint az örökké valóság, és az Istennek ennyi. Éppen ezért napi szentmise, szent áldozás nélkül én már nem tudok élni. Napi Krisztus hordozóként más az élet. Na most, amikor ez a lelki fordulat velem megtörtént, akkor másodszor mentem el már Medjugorjéba, mert mikor először megkaptam a művészeti díjat, a Jászai díjat, abból elvittem a családomat, a szüleimet is, akkor még csak a Krisztiánért, meg a feleségemet Dubrovnik környékére, Kupariba, de hát úgy mentünk, hogy a Neretva völgyébe kicsit fölmentünk, és Svitluknál ott bementünk Medjugorjéba már akkor is, akkor még csak 2 éves volt a jelenés. 2 éves volt a jelenés, én egész pici volt még Vicka például, találkoztam is vele, és amikor történt velem ez a lelki fordulat, akkor ott háború volt. De olyan erős vágy volt bennem, hogy megköszönjem a szűzanyának, hogy eldobhattam a liberalizmust, és végre keresztény lettem, hogy nem csak papíron, hanem tényleg nap, mint nap,
hogy találtam magam mellé még négy bátor embert, egy lányt, aki éppen apácának készült, azóta már több gyermekes anya, nem lett apáca belőle, egy orvost, egy színházi szakembert, egy gyógyszerészt, vagy nem tudom micsoda. Így egy autóval mentünk, és egy út volt bejárható Medjugorjéba akkor. Csak. És férfiak, asszonyok nem voltak Medjugorjéba. Csak öregek, öreg asszonyok. Meg papok, a ferencesek. Slussz. Slussz. Egy-két gyerek volt, aki az öreg asszonyokkal ott, talán árvák lehettek azok. Senki nem volt. És akkor fölmentünk a Krizsovácra, és mikor végeztünk a keresztúttal, leültem külön imádkozni, és nem tudom, hogy ő volt-e, nem tudom. Az Úr Jézus csak négyszer hallottam életemben, úgy véltem, hogy ő szólt, egyszer egy filmezés közben az Eldorádóba, illetve a másik az pedig egy Dostoyevsky darab kapcsán a színpadon próba közben hallottam háromszor az Isten. Többször. Én nem tudom, nem mit hallottam. Mit mondott? Mit mondott? Állj, megérdemled, életedben először megvallottál. Sírtam, mint a taknyos gyerek. És negyedszer? Mondom, hogy állj, mert le akartam ülni. Akkor hadd kérdezzelek. És akkor a szűzanya ott kér, ott a Krizsovácon, azt mintha a szűzanya mondta volna, hogy aztán igaza vagy sem, majd kiderül, hogy hoz létre egy szentségimádást a magyar művészet megújhodásáért, a művészet megújhodásáért, a hivatások gyarapodásáért és az abortuszok megszűnéséért. És ez... Hát nyilván nem Marx volt, aki ezt mondta. Szóval, de hogy magyarul is tud, a Mary, hát... Az egész, hogy borsózott az egész, és három hónapig hordoztam magamba. És ültem a Ferenciek terén, és a Katonzsev Színházban együtt volt velem egy ilyen műszaki szakember, aki velem együtt kint volt a Medjugorjéba, most a teológián dolgozik. Mondtam neki, te ide figyelj, nem nyugszom, három hónapja nem csinálok semmit, pedig a szűzanya kért valamire, és nem csinálok semmit. Szóval miért, mit kért? És akkor elmondtam az egész történetet, és akkor azt mondta nekem, te marha, azért szólt neked, mert olyan, vagy megcsinálod, mire vársz? Akkor bementem a pálosokhoz, akkor egy szerep, illetve a hosszú szakállam volt, meg hosszú haja. Úgy néztem ki, mint egy homeless. Bementem, és akkor a csanádatya, aki most már elhelyezték, mert ugye a nyugdíjas, most már kint, vagy most Pécsen van ott az öregek között, csanádatya, mondtam, hogy elmondtam a történetet. Tehát az úgy nézett rám, mint kigyűjt ide. Azt mondta, itt van itt szentségimádás, tessék belekapcsolódni. De nekem az idejét is megmondta. Ilyen furcsa, azt mondja, jöjjön vissza egy három nap múlva. Na most három nap múlva vissza, átimádkozták, hogy ez valóban humbuk, mégis egy szentségimádás. És három nap múlva jöttem vissza, és volt ott olyan két kisegítő asszony. Azok jöttek felé, nem mondjuk meg, mi a válasz. Már tudtam, mi a válasz. És akkor megyek a családatjához, és a családatja azt mondja, de itt van ennek a helye. És könnyeivel küszködött, itt van ennek a helye, átimádkoztuk, itt van ennek a helye. Úgyhogy azóta van, 20 év óta. Nem tudom, hogy van egy ilyen főváros, ahol ugye az Eucharisztia napja a csütörtök, hogy az Eucharisztia napján egy fővárosban, ja, és a hatásunkra a bazilikába elindították utána. És azóta ott este misétől, másnap reggel a miséig óránként ki lehet menni. Ott is van teljes este szentségimádás. A mi hatásunkra. Van ez az ilyen mozgalom, és a 24 órás szentségimádás, és mi is bekapcsolódtunk Torontóba, fölvállaltunk egy napot, csináltuk minden hónapban egy ilyet. Hadd térjek vissza a lelki bukfencre, amikor akárhogy is estél talpra álltál, mondtad, hogy egy fordulat az életedben, igen. Tehát hogy,
hogy a megtérés, van esetleg, amit meg akarsz, meg tudsz osztani belőle? Hát ide figyelj, van egy könyv, abban elég jól összefoglaltam, nem a reklámhelye, mert annyiszor fogyott már el, hogy most nem tudom, 11-szer nyomják utána a Kairoszba a Gyuri bácsiék, a Miért hiszek sorozatban az igazat mond, ne csak a valódit, abban elég tisztességesen elmondom, illetve leírjuk, ennek fokozatai vannak. És azt sem merem mondani, hogy egyszer kell megtérni, szüntelenül kell megtérni. Tehát az a megtérés, ami ott volt, az nekem a damaszkuszi utam volt. De meggyőződésem, hogy Pálnak még utána számtalanszor meg kellett érni. Gondolja arra, hogy olyan jó szokás az, amikor az ember olvassa a jó színdarabokat. De ez egy más dolog, amikor elmegy a színházba és megnézi, hogy hogy adják elő. Szóval, hogy volt a megtérésed? Na, először is. A főiskolán is templomba járó ember voltam. Néha ide jártam hozzátok, de legtöbbször a rókusba. Még ha figyeltek is. Tudták, hogy járok templomba. De a KISZ-be beléptem a tovább tanulás miatt, a családom majdnem belehalt. Nem lehet két úrnak szolgálni. Meggyőződésem, hogy ezért lettem liberális keresztény, mert a gyermekkori hitemet megfertőztem a KISZ-szel. Én nem hittem abba, de a tovább tanulás miatt kompromisszumot kötöttem. A bűnnel nem lehet kompromisszumot kötni, a bűnössel lehet, a bűnnel nem. Na, elég az hozzá, hogy... Mikor megkaptam a diplomát, a Jóisten rögtön adott egy nagyon-nagyon szép figyelmeztetést, haldokoltam. Tüdőembóliám lett, de nem fedezték fel, mert éppen Sopronban a tüdő osztály vezetője szabadságon volt, és a helyén egy ilyen az STK-ból beküldött orvos volt, egy ilyen pártkatona, talán már meghalt, Isten nyugoszta, én hálás vagyok neki, mert ha nem ő van ott, akkor sose tapasztalom meg ezt. Persze akkor nem örültem neki. Persze én azt hittem, hogy megvizsgáltak és TBC-vel kezeltek, pont az ellenkezője. Vért köptem, frisset, meg alvattat, meg mindent. Volt egy motorbalesetem, és volt egy vakbélműtétem, tehát bármelyiknek a következtében lehetett egy ilyesmi. És haldokoltam, kiköltöztek a TBC-sek a kórteremből, mert nem bírták látni a szenvedésemet. Később megmondták már, mikor felfedezték a bajomat, hogy a tüdőmnek az 1/8 működött, már többi el volt záródva. És úgy éltem, hogy ilyen összezsugorodva ültem, mert kiegyenesedni se tudtam is, hogy... Na most így nem lehet aludni, a többi nem tudott aludni, én se tudtam aludni. Ilyen negyed órákat aludtam, de mindig föl, így úgy ébredtem föl, hogy így megfulladok. Na most ez majdnem 2 hétig ment, körülbelül 10 napig ment, és akkor édesapám föltépte szinte a kórterem ajtaját, matematika, fizika, földrajz, rajztaná, nyár volt, meg volt a diplomám, kezdődött volna az évadom, az első évadom, mint diplomás színész, és föltépte, és ott beállt elém, és belefogyott abba a 10 napban, nem evett, csak vizet ivott, mondta édesanyám, azt mondta, hogy azt mondd meg, fiam, mit csináljak? És akkor mondtam, hogy papa, menj el, légy szíves, akkor már 2 éves volt a fiam, Krisztián nevű fiam, menj el, légy szíves, papér. Na most ezt egy apának hallani egy ilyen helyzetben, na most ő se egy akármilyen volt, végre tehet valamit a fiáért. Elment a papér, jött a pap. Megkaptam a betegek szentségét, és a pap kiment. És ahogy kiment a pap, édesapámmal kint beszélgettek. És később megtudtam édesapámtól, hogy mit beszélgettek. Azt mondta, hogy megkérdeztem a papot, hogy mondja Öspörös úr, mert Öspörös volt, mondja Öspörös úr, érvényes volt-e a gyónás? Milyen állapotban lehettem, hogy a saját apám úgy érezte, a matematika, fizika, földrajz, rajz szakos, elég racionalista, képben jól látó édesapám, keresztény édesapám úgy érezte, hogy lehet, hogy nem voltam magamnál.
és hogy érvényes volt-e a gyónás. És akkor azt mondta a pap nekik, ezt később tudta meg, persze nem akkor, hogy azt mondta neki, hogy tanár úr, magáról az a hír járja, hogy becsületes keresztény tanárember. Én igyekszem becsületes keresztény pap lenni. Látjuk, amit látunk. Nyugodjon meg, a fia az útra a lehető legtisztábban elkészült. Elengedheti. Na, azt elég érdekes mondat volt apámnak. Ezt míg ők ott kint megbeszélték, addig nekem volt egy pillanatom magamban. Ugye az ember sohasincs egyedül. A magányosság és az egyedül lét között óriási különbség van. Egyedül az van, aki elszakadt az Istentől, és az bűnnel lehet. Magányos az, akit nem ért meg a férje, a felesége, a családja, a közössége, de az Istennel harmóniában van. A magány az nem reménytelen állapot. Az egyedül lét az nagyon veszélyes állapot. Aki bármilyen gazdag, bármilyen egészséges, de bűnnel elszakadt az Istentől, az egyedül van. Na most, én akkor már magányos voltam. És mivel, hogy magányos voltam, észrevettem a magányomban, hogy javulok. Ugyanis buta közmondás, hogy épp testben épp lélek. Nem igaz, okokozat. Épp lélekben épp test. Nagyon helyesen betegek szentségének hívják, nem utolsó kenetnek. Azóta már háromszor fölvettem. Kérem szépen. Miből vetted észre, hogy gyógyulsz? Kérlek szépen. Azt vettem észre, hogy jobban veszem a levegőt, és gyógyulok. Pedig egy bevettem a gyógyszert, a Szentháromság Urának Istent, és egyszer csak gyógyulni kezdtem, lelkileg. Ugyanis nem kapkodtam a levegő után, ugyan rossz állapotban voltam fiziológiailag, de így vettem a levegőt, hogy óriási javulás. Ahhoz képest, hogy jaj, meghalok. Már meghalhattam. Ez óriási javulás volt. És akkor édesapám bejött, és mondta neki, hogy papa, menj haza nyugodtan, látott valami nyugvást rajta. Menj haza nyugodtan, majd úgyis még bejössz, tudom, hogy bejössz, kezdek jobban lenni, menj haza nyugodtan. És ahogy elment, kinéztem az ablakon, és ha jó Istennek ilyen tetlegesen is szerettem volna megköszönni, kinéztem az ablakon, és ilyen gesztenyefák voltak ott, és a gesztenyefák között egy nagyobb foltba belekapaszkodtam, és azon keresztül próbáltam az Istennek megköszönni ezt az állapotot. És erről a Bérma keresztfiamnak beszéltem először, hosszú évek után először. Én nem tudom, másfél év után, vagy két év után, ezt magamba tartottam sokáig, senkinek nem mondtam. Mindig kérnek ilyen furcsa, nem furcsa, hanem műsorokban, hogy menjek el, mondjam el. Nem mondom el. Ez ilyen tipikus halálon túli élmény volt. Tehát én haldokoltam. És egyszer csak, ahogy láttam ezt a foltot, azon keresztül egy ilyen kontaktust kerestem az Istennel, hogy megköszönjem neki, és ebbe az égboltba belekapaszkodva egyszer csak én nem itt voltam, hanem útközben voltam, és olyan sebességgel mentem, hogy az Orion űrhajó nem ment úgy a sorozatban. Mentem valami vagy valaki felé, mentem, és egyszer egyre távolabb voltam a fizikai énemtől. És nem tudom, hogy ez mennyi idő volt, nem tudom. Megszűnt az idő. És azt viszont megéreztem, hogy hopp, mindjárt itt van a beérkezés. És mielőtt beérkeztem volna, mondtam egy, hát most már tudom, hogy imád, akkor azt mondtam, Uram, még ne, úgy szeretném Krisztián keresztény, és Márton, ugye Sopronhoz legközelebb élő Szent Márton, voltunk is a sírjánál Túrba, Krisztián nevű fiamat még fölnevelni, és annyi örömet szerezhetnék még az embereknek a színészettel, pont most, mikor már diplomámon. Uram, még ne, annyi örömet úgy szeretném még Krisztián nevű fiamat, nem így, Krisztiánt fölnevelni, és annyi örömet szerezhetném még az embereknek a színészettel. Ennyit mondtam. És egyszer csak benn voltam a testembe.
Nem kaptál szellemi agyrázkódást, semmi? Semmi. Igen, ben voltam a testemben, na most jön a Deus Ex Machina, isteni közbeavatkozás, nem mint eddig nem lett volna. Bejött Lang Zsuzsa doktornő, akinek még nem volt szakvizsgája, csak általános orvosi vizsgálat, még nem tette el a tüdő vagy a belgyógyász, nem tudom mit. És apám, édesapám útközben hazafelé fölszaladt az intenzív osztályra, azt hiszem vasárnap volt, hogy nézzenek már rá erre a gyerekre ott a tüdőosztályon, mert... És ez egy... Mondhatni, majd, hogy nem rezidens volt, vagy... És egyszer csak... De mikor én ezt kimondtam, hogy úgy szeretném, benn voltam a testembe, és elaludtam. A fáradtságba elaludtam. Nem tudom, meddig aludtam. Arra ébredtem, valószínűleg akkor már ébredezgettem, mert a Lang Zsuzsa doktornő egyszer csak ott ült az ágya mellett valaki, és így megfogott, vagy megkocogtatott, hogy már ébredezik, jó napot, doktor Lang Zsuzsa vagyok, megvizsgálhatom? Mi az, hogy? Végre valaki. Levetkőztem, megvizsgált, azt mondja, miket szed? Mondom, volt. Pazsalusta. Ott volt egy ilyen halom a szekrényemen. Azt mondja, ezeket szedi? Mondom, miért? Maga szedi? Nem ezt kell szedni. Még maga tudja, mi a bajom? Én azt hittem, hogy tüdőrákos vagyok, csak nem mondják meg. Én mindig mondtam, hogy mondjátok meg, ha ilyen rákom van, vagy gyógyíthatatlan betegség, mert akkor irány Lourdes, aztán ott se akar segíteni, akkor nyilván már szeretne találkozni velem. Amúgy is. És biztos nem mondják meg, hogy rákos vagyok. De azt én nem mondtam ki, persze. Maga tudja, mi a bajom? Azt mondja, persze, a tüdőembólia. Na most a pap nagybátyám a Széher úton volt, a diploma megkapása előtt egy 3 hónappal tüdőembóliába a pap nagybátyám, és rendbe gyűjt belőle 73 éves korába. Hát ha ő neki 73 éves korába sikerült, hát akkor én nekem... Hát na, hogy ez ennyi a tüdőembólia. Gondoltam én, hát én mit tudtam én a tüdőembóliáról addig? Hát ebbe bele... Na most... Tehát azt mondja, mit szed? Mondom, volt. Azt mondja, te nem rosszad. Miért maga tudja, mi a baj? Persze, tüdőembólia. És így, ahogy volt, fölállt és kiment, ment kifelé a kórteremből, hogy hozza az új gyógyszereket meg, hogy intézkedjen. És ahogy ment kifelé, közben átment az agyam, hogy a nagybátyám, a pap nagybátyám tüdőembólián, és volt 4-5 hónappal ezelőtt, hát rendbe gyűjt belőle, én most vagyok 26 éves. Hát... És kiszakadt belőlem egy ilyen mondat, hogy de jó. Doktornő félig az ajtóba volt, kezében volt a kilincs, és azt hitte, hogy froclizom, és visszaszólt, mit örül ebbe, beleszokás halni, és kiment. Na most, nekem egy külön műsorom van erre. Utána légágy, rá a légágyra, légágy. Nem mozogni, az intenzívig nem mozogni, mert persze, hát én Krisztián szeretném fölnevelni, szeretném az embereknek jó színészette. Fegyelmezett voltam. Rám tették a maszkot, tudják ezt a, hogy hívják ott, ezt a műanyag maszkot, az oxigén maszkot, rám tették, és mondták, hogy ne mozduljon, és az nyomta belém, jobban is voltam mindjárt, és két ilyen, az egyik idősebb, a másik körülbelül valamilyen fiatalabb volt, mint én, két ilyen betegszállító, az egyiket már nem veszik fel az orvosira, tehát az örök életében betegszállító lesz, de lehetett látni, hogy ez orvos akart lenni, csak soha nem tudott bejutni az egyetemre. A másik is orvos akart lenni, de az még csak egyszer rúgták ki talán a felvételiről. Na, ezek ketten vittek át a Soproni kórházba a tüdőosztályról le, és föl az intenzívre, a belgyógyászatra. És vittek át a, hogy hívjákon, a kórházon, és fogadást kötöttek rám, hogy életben maradok-e még, mire fölérek. Azt hitték, hogy én haldoklok, mert én nekem azt mondták, hogy fegyelmezett legyek. És én fegyelmezett, én meg akartam élni, hogy fölvigyenek. Légágyban voltam, mögöttem a család, tudja, mint az érettségén úgy ment. Ez út hazánkba vissza, Vészpiliszt. És jött utánam egy ilyen sereg, ápoló, meg mindenki, így ilyen körmenetbe mentünk, elől én, ezzel a két emberrel, és mikor elkezdtek fogadást kötni rám 20 forintba, meg az 20 forint nagy dolog volt, hogy én fölérek vagy sem,
akkor én elkezdtem röhögni a maszk alatt. De letettek, akkor még rá kellett kapcsolni a maszkra, hogy jobban, mert már fuldokoltam. Na most értik, a nevetés az egy furcsa légvétel. Na most eleve furcsa volt, na még plusz nevettem. Tehát volt egy ilyen furcsa légvétel, hogy és akkor még ehhez a nevetés. Na, hát ott úgy tűnt, hogy ott majd fulladok meg. Akkor már pumpálták belém az oxigént, és mire fölért, utána megkérdeztem az adjunktustól, hogy Babela adjunktus, ne haragudjon. Én magukon olyan optimizmust láttam. Mi volt ez, azt mondtál nekem, mikor túl voltam az egészen. Károly. Akkor még volt Lukas két filléres. Károly. Nincs az a Lukas két filléres. Ezt tudja, a komoly keresztény orvos volt. Csak hogy értse. Ilyet nem mond egy orvos, de hogy értse. Nincs az a Lukas két filléres, amit a maga életért lehetett volna adni. Ide sok embert hoztak fel az intenzívre. Olyant, aki az oxigén maszk alatt taknya nyála összefolyik és röhög, ilyen még nem volt. Ez túléli. Ez túléli. Na most ez egy nagyon nagy bölcsesség, mert ne higgyék el ezt a közmondást, hogy épp testben, épp lélek. Nem igaz. Ha ez igaz volna, akkor a reinkarnációs tanfolyam, az agykontroll, a fitnessklubot ajánlotta volna az Úr Jézus a gyógyulásra. Menj majd a fitnessklub, a reinkarnációs tanfolyam, az agykontroll meggyógyít téged, fiam. Hit által jön a megigazulás, nem pedig fordítva. A mennyországban nem lesznek szemüvegesek, lábgombások, köhögősök, de hitetlenek se. Amen. A helyes közmondás így hangzik, épp lélekben, épp test. Mint ahogy az se igaz közmondás, hogy jobb félni, mint megijedni. Nem igaz. Aki elhiszi, annak vége. Jobb megijedni, mint félni. Mert aki megijed, az berezel. De azt ki lehet mosni. Katolikusnak gyónás, bukott diáknak pótvizsga, bukott nemzetnek pótszavazás. Addig meg engesztelés, meg vezeklés. Az Úr Jézus, mikor föltámad, nem azt mondta, hogy hú, én vagyok, ne ijedjetek meg. Nem mumusnak gyűjt, nem ijesztegetni jött. Azt mondta, én vagyok, ne féljetek. Tehát jobb megijedni, mint félni. Az Isten törvényűség és az öntörvényűség, ez a két létforma van a világban. Az Isten törvényűség a szeretetre épül, az öntörvényűség a félelemre épül. Az öntörvényűség idegen szóval egoizmus. Minden izmus az egoizmusból ered. Legyen az bolsevizmus, nacionalizmus, liberalizmus, kapitalizmus, globalizmus, nihilizmus, aberalizmus, protestantizmus, katolicizmus. A legszörnyűbb izmus a katolicizmus. A csak kultúrkeresztény. Kapsz uram vasárnap egy órát egyébként. Hogy élünk meg? Ebből van a legtöbb. Az ország 54%-a vallotta magát kereszténynek. 2010-ben. 2000-ben 72%-a. A románoknál 92%-a. A románok azt mondják, a magyaroknak nektek magyar vallásotok van. Nekik egy vallásuk van. Nekünk 8 keresztény vallásunk van. Erdély ezért nem tud összeállni soha. Márton Áron mögé be lehet állni. Csaba testvér mögé be lehet állni. Dávid kis Ferenc mögé kiállt be. Mi vagyunk az egyetlen nemzet, aki még a Szent Háromságos Egyistent is leváltotta. Unitarizmus. Szlovákia legkeresztényébb európai állam vatikáni felmérés szerint. 100 000 katolikus, ott van a legtöbb kispap. Második helyen Lengyelország van. Harmadik helyen Románia. Romániának, a katolikusságának 84%-a magyar anyanyelv. Ha nem volnának a határon túli magyar családok, lassan be kéne csukni az összes teológiát. Mindig küldöm őket haza, hogy menjetek haza. Hát mi átgyűjtök, akkor szétesünk. Hát belül rohadt az egész. Hát ne haragudjanak, a Trianon óta mi vagyunk az egyetlen nép, akit saját maga vesz körül. Olyanok vagyunk, mint egy szelet kenyér. Leválasztották a héját. De a héjában több a vitamin.
Úgyhogy nyugalom. Nyugalom, majd kimádkoznak minket a határon túl, meg az ittbeni jó családok, meg papok. Meg azért egyedül. Elég sok nagyon jó emberrel, csoporttal, közösséggel találkozom. Kell a vészharang is, mert szükség van rá, mert fontos, mert nagyon nem jó a helyzet, de én nagyon-nagyon sok jó olyan emberrel ismerek a szerte az országban, a mostani határokon belül, akik a reményre és tényleg a békességre alapot adnak. Hadd kérdezzelek, de várjál, akkor most a vészharang... Ne felejtsd el a kérdésedet, ne felejtsd el! 98-ban Medjugorjeban voltunk egy csapattal, művész csapattal. Ki vezetett benneteket, Gábor atya? Azt nem magatok mentetek? Magunk mentünk, magunk mentünk, két autóval mentünk. Mindenki művész volt, meg a családtagok. És akkor találkoztunk az egyik látnokkal, és akkor ott volt több busszal magyar hívek. És akkor megkérdezte a látnok, akkor még egy fiatal asszony volt, hogy honnan vagytok ennek? Mondtuk, hogy Magyarország. 9 busz volt. 9 pap, 9 busz volt, 9 pap. A 9 buszból 5 határon túli busz volt, a 9 papból 5 határon túli pap volt, és még mi páran, akik autóval voltunk, és honnan vagytok ennek? Mondtuk, hogy Magyarországon. Magyarország, hát onnan még egyszer ennyien soha nem voltak. Ez 98-ban volt. És akkor azt mondta, hogy akkor örüljetek. A mama azt üzeni. Én nem tudom, hogy ez mit jelent, de ezt üzeni. Mert ezt pár héttel ezelőtt mondta, de nem láttuk a módját, hogy adjuk át a magyaroknak. Azt üzeni a mama, hogy túl vagytok az 1 millió engesztelőn. Erre mi hallelujába kitörtünk. Aztán, amikor lelohadtunk, angyal szállt át a légen, Csehov, megszólalt a látnok, és azt mondta, hogy nem tudom, hogy ez nektek mit jelent, de látom, hogy mekkora örömet okozott. A mama azt is hozzátette. Igaz, nem mint határon belül. Tehát 1998-ban határon belül nem volt 1 millió keresztény ember. De a szűzanya határtalanul szeret minket. Úgyhogy nyugalom, mikor Ferenc testvér kimondta, hogy Mária levette rólunk a kezét, hát akkor én tudtam, hogy eljött a mélypont ünnepe, most már mélyebből nem csúszhatunk, innen föl fogunk állni. Ez a kétszer kétharmad, ez nem a megigazulás kétharmada. Nem, nem. Ezt kaptuk. Még a józanokat fölébresztette. Ez az ébredés kétharmada. És nincs is kétharmad. Csak, de ez a demokrácia kétharmada. Nincs kétharmad. Nincs kétharmad keresztény. Nincs kétharmad megtérő. Nincs kétharmad, ha szabad így mondanom. És ha nem sértő, normális. A el nem felejtett kérdésemhez, ha visszatérek akkor, hogy milyen jeleit látod most az imádkozó több mint 1 millió magyaron túl? Milyen szép szigeteit, jeleit a megújulásnak, a hívő kereszténynek? Egy pár dolgot mondok. Sok szigete van. Sok szigete van. A karizmatikus megújhadástól kezdve a fokuláré, a családi hétvégek, akkor a Schönstatt mozgalom, amin tegnap voltam ott, a bíró püspök atya mondta a Szentmisét, tegnap a Jézus szívébe kint Kispesten, ami legnagyobb örömöm most, én a Máriás papi mozgalom laikus tagozatához tartozónak tartom magamat, még papkorában a bíborosorunk tagja volt, mert rajt van a fényképen, nem tudom, hogy a püspökeink és a papjaink hányan tagjai a Máriás papi mozgalomnak, de azt tudom, hogy Szlovákiában 3 érseg és 5 püspök a tagja a Máriás papi mozgalomnak. A szeretett láng mozgalom, ami Magyarországról indult egy több gyermekes özvegy édesanyán keresztül, az, ahol a világban
a püspökök által és a püspöki konferencia által erőt nyer, és a hívek gyakorolják, ott így megy fölfelé a kereszténység. Mexikó, Brazília, Fülöp-szigetek, Dél-Korea, Felvidék, Szlovákia, Lengyelország, így megy föl a kereszténység. 4 évvel ezelőtt a bíboros atya az esztergomi egyházmegyének elfogadta, de a többi egyháza megye még nem fogadta el. Imádkozzanak, hogy minden püspökünk elfogadja és lobbanjon be. Tavaly itt volt a Szeretetláng világkonferencia Magyarországon, és kérem szépen, elmentem a találkozóra, 8 napig tartott itt, az utolsó előtti, vagy az utolsó nap volt Esztergomba, arra tudtam elmenni, Fülöp-szigetektől, Dél-Koreán, Amerikán, Mexikón, Brazílán keresztül, nem tudom hány országból voltak itt az ország képviselői, és több pap, és 2 indián pap, az egyik dél-amerikai volt, a másik közép-amerikai, tanúságot tett, hogy amikor az ördögűzés egyháztól kapott eszközeit használják, de az ördög nem megy el, akkor előveszik a szeretetlángot, és volt nincs ördög. És kérem szépen, csak szeretném mondani, egy 3-4 héttel ez, egy hónappal ezelőtt az Új Ember vagy a Keresztény Életben, nem tudom melyikben olvasták, hogy a nagy, roma nagy ördögűző, akinek a könyvét itt is lehet kapni, oda nyilatkozott, hogy nagy baj, hogy a II. Vatikáni zsinat óta kivettek az ördögűzésből bizonyos erős kifejezéseket. A mostani pápánk és Ratzinger is, a 16. Benedek is, és a 1. Ferenc is oda nyilatkoznak most már, hogy tessék visszatenni. Tessék vissza, aki tudja, tegye vissza az ördögűzésnek a korábbi, a II. Vatikán zsinat előtti ördögűző szövegei. Tessék visszatenni, mert az erősebb. Tessék visszatenni. Tessék visszatenni. Mert nézzék, én ökumenikus vagyok, de az nem... Nekem most egy nagyon nagy fájdalmam van tavaly óta. Hogy a református zsinat 60-valahány emberek közül egy püspök és 10-valahány lelkészen kívül Bölcskei Gusztáv nem volt ilyen, az összes többi ilyen volt, meg néhány lelkész. Azt mondták, hogy mi katolikusok bálványimádók vagyunk, mert az Eucharisztiát Istenként tiszteljük. Én a miniszterelnök úrnak is mondtam, hogy gratulálok, szétszették a családodat, a saját hogy hívjákod? Egyházad. Hát bocsánatot kérek. Hát II. János Pál pápának a szentély nyilvánításán ott volt a köztársasági elnök úrunk, katolikus áldozott is. Ott volt a miniszterelnök úrunk is. Ő nem áldozhatott így, de feleség áldozhatott. Ott volt a EMI miniszter, miniszterelnök helyettese is, minisztere is, ugye, akkor ezek mind bálványimádók voltak? Vagy II. János pápa bálványimádók? És akkor hogy vannak a vegyes házasságok? Hát a katolikusok adnak egy lehetőséget, hogy reverzális lehet adni, utána meg hátba van támadva a család szentsége. Hát hogy gondolják ők ezt? Mikor megyünk az ökumené felé, ők meg... hogy gondolják ők ezt? Bölcskei volt az egyetlen püspök, és 10-valahány lelkész a 60-valahányból, aki azt mondta, hogy ebből még baj elé lesz. Ez a kis KT-ban régen benn volt, de ezt közben már az ökumenébe elhagyták. Most visszatették. Hát mi? Hát mi bálványimádók vagyunk? A köztársasági elnök bálványimádó? A korábbi köztársasági elnök bálványimádó? És milyen türelem van a katolikus egyházunkban, hogy nem reagált rá a püspöki karunk. És mikor ezt kijelentették, azután volt, tudják, ez a 8 napos ökumenikus hét ott mindig januárban. Nem csaptunk belőle balhét. Összejöttünk, imádkoztunk, persze. Hát az Úr Jézus is, mikor fönt volt a kereszten, mit mondott? Uram, ne tulajdonítsd nekik a bűnt, nem tudják, mit cselekszenek. Hát a nagy szétdobálónak éppen az a célja, ez hogy a célja. Összeveszítsen, és ha nem sikerül, akkor... No, de akkor ki a szétdobáló? Igen, igen. Vagy annak az eszköze, igen. Ki a szétdobáló eszköze? Igen.
Ugye tudod, hogy a jezsuitáknak egy pápától kapott feladata, és én személyesen is 2008-ban ott a 16. Benedek pápától hallottam, amikor ott ültünk a rendi általános rendgyűlésben, és beszélt nekünk, mondta, hogy hát igen, várom tőletek továbbra is, hogy menjetek a határokig, ez a kulturális, a vallási, keresve azt, hogy hogyan lehet a hidakat építeni, hogyan lehet az evangéliumot beletestesíteni más kultúrába, más vallásba. Ez úgy eszembe jutott most, hogy hallgattalak, az a telefon dobogókőre most már több mint talán 15 éve egyszer fölhívtál egy késő este, hogy Szabolcs, én figyelem ám, hogy mit csinálsz ottan, ez nem egészen jó dolog, ez a buddhistákat befogadod a Manrézába, hát hogy gondolod ezt? Most hogy gondolkozol erre? Örülök, hogy erre emlékszel. Úgy gondolom, hogy a katolikus egyházon belül a buddhistákkal való foglalkozás van egy speciális megújhodási mozgalom, amelyik a buddhistákkal, sajnos meghalt a vezetője, de azokkal nagyon finom kapcsolatot ápoltak. Jó korábban a jezsuiták, ez igaz, de az a fokuláré. Tehát a Chiara Lubisék nagyon-nagyon komoly. Tehát a Dalai Láma és a Chiara Lubis, mint testvér és húg működtek együtt. És egyetértek azzal is, hogy Gandhi azt mondta, hogy ha minden keresztény olyan lenne, mint Szent Ferenc, ő már régen keresztény lenne. Na most ugyanakkor meg azt látom, hogy a diabolos annyira szétszedi az egészet, hogy ugye a pápa is összehívta a vallási vezetőket, úgy tudom, egy mufti és két rabbi nem ment el, az összes többi mindenki ott volt a világban, még az indián Manitú imádók is ott voltak, Assisiba kétszer. Igen ám, de a pápa, II. János Pál pápa az akkori, kiadott egy nagyon bölcs mondatot az ökumenéről. És az ökumenét én azóta örömmel képviselem. Azt mondta II. János Pál pápa, az ökumené nem az, hogy minden vallást összegyúrni, és folytatja, hogy mit mond, ezt most csak én teszem hozzá, mert az fasírt. Kicsit fűszer, kicsit tojás, kicsit zsömle, kicsit só. Az ökumené nem az, a világ egyházainak ökumenikus tanácsa, hát ez egy ilyen furcsa társaság, figyeljenek oda a történetre. Hanem az ökumené, azt mondta II. János pápa, az ökumené nem az, hogy a minden vallást összegyúrunk, hanem az ökumené az, hogy minden vallást az egy igaz Isten hit reményében, Jézus Krisztushoz, az egyetlen üdvözítőhöz és megváltóhoz ide vezetni. Ez óriási különbség. Tehát én párbeszédet folytatok, a párbeszédek házában vagyunk. Én a párbeszédet folytatok a reformátussal, az unitáriussal, néha meghívnak a hídgyülekezetbe is, most már nem, leszoktak rólam, mert előveszem a rózsafüzért, és akkor az mások, az edzés mások nekik. Nem, ők szeretnek inkább csak. Az edzés mások nekik. Szóval én, tudják, ott nagyon sok rendes ember van ám. Keresik ám az Istent. Az, hogy ki hogy csapja be őket, ez egy más kérdés. De ott nagyon sok rendes ember van. Én ott meggyőződésem, hogy a nagyobb hányada az Istent keresi. Én voltam közöttük. És vannak közöttük olyanok, akik mély bűnökből, alkoholizmusból, drogból, egyemekből váltottak át. Hát én is voltam kétszer a pokol kapujába drogügyben, korábban. Elhittem, hogy nem tudom azt a szerepet eljátszani, nem próbálom ki a drogot.
Kétszer voltam a pokol kapujában, akkor is hallottam az Istent, az volt az egyik alkalom. És szentségi gyónással tudtam visszajönni. Tehát drog és szenvedélybetegség helyéből nem lehet kigyógyulni úgy, hogy az ember csak abba hagyja. Tehát drogból, cigarettából, alkoholizmusból, mértéktelen alkoholizmusból, az Úr Jézus is volt a kánai mennyegzőn, de nem volt benyomva, mint a rajszög. Tehát az alkohol mértékkel fogyasztva közösségformáló erő, mértéktelenül materializmus. Tehát a szenvedélybetegségekre nagyon jók az intézmények, amik visszaadják a szenvedély után az embernek a szabad akaratát, de ha az nincs szentségi erőre emelve, visszaesik. Visszaesik. Csak akkor lehet kijönni szenvedélybetegségből, tudom, ha szenvedély helyére annak Istene kerül, gyógyítója, orvosa kerül. Nem lehet kijönni. Szexmániából, törvénytelen szexualitásból, házasságtörésből, alkoholizmusból, drogból, semmiből, mindenféle, nem lehet kijönni, mindenféle izmusból csak egyen lehet, bűnbánat szentség, oltári szentség, máshogy nem lehet kijönni. Ha én nem lennék napi szentáldozó, engem, érti, hát bent van a Bibliában, 7-szer annyi fog visszajönni. Hát muszáj, hogy az Úr Jézust állandóan bekérjen, hogy nehogy a fickó terepet nyerjen. Hát kettő meg nem lehet benn. Hát muszáj, szent. Nem haragszom, én nem azért vagyok napi szent áldozom, mert elemi érdekem. Elemi, és nem is tudom, hogy bírják mások szent áldozás, napi szent áldozás nélkül. Hogy bírják? Hogy bírják? Hát amikor az édesanyám haldokolt, ott volt közöttünk egy beszéd másfél évvel ezelőtt, most már két éve. Na, életünk talán legélesebb beszélgetése volt, és utána én elköszöntem, játszottam, ő meg bekerült a kórházba, és haldokolt, és annyira kimerültem a haldoklásába, 20 000 kilométert vezettem be a kocsimba, meg játszottam, hozzámentem Pest, Veszprém, Sopron, Hegykő, annyira kimerültem, hogy idegosztályra kerültem, és altattak. De abban a pillanatban, hogy fölébredtem, abban a pillanatban azt kértem, hogy hol a pap. Mivel hogy abban a kórházban nem volt pap, azonnal föl pálosok, már gyűjtek is. Azonnal. Már kezdtem is gyógyulni. Meglepődtek az orvosok, hogy két hét után. A saját anyám temetésére már kimentem. Igaz, hogy majdnem belestem a sírba, de ott voltam. Ott voltam. Sőt, a családom rám parancsolt, hogy visszafelé én vezessek, hogy nyerjem vissza a biztonságomat. És onnantól, hogy a mamától elbúcsúztam, onnantól erősebb lettem, tudtam már vezetni is, és nem mentem vissza a kórházba. Ott volt még két hétig a helyem, nem voltam hajlandó visszamenni. De közben olyan papbarátaim voltak, akik még hallották a tévében, hogy benn vagyok a kórházba. A Grácián, aki korábban ugye Pasaréten volt, és Zalaegerszegen van most, és átutazóban volt Széchenyben. Tanítottam hittem a Széchenyben. És Széchenyben lakik, a szüleihez ment haza, átutazóban volt Budapesten, és bejött hozzám, azon hoztam neked Jézuskát, mondom, máma volt egy, azt mondja, kettőször lehetnék. Ja, Széchenyben voltam egy évi káplás, akkor ő ottan buzgó minisztráns volt, mint 8. gyerek, hogy Ocsabai Gábor. Igen. Visszatérnék az ökumenére. Aquinói Szent Tamásnak van egy szép hasonlata. Azt mondja, hogy állok az utcán, és látom, hogy az utca végén jön valaki. Még csak azt látom, hogy ott valaki jön. De nem tudom, hogy ki, nem látom pontosan. Közeledik, látom, hogy hát olyan emberforma. Hát látom, hogy egy férfi ember, hogy még közelebb jön, hát ez most már van vagy 50 éves, még közelebb, és akkor hát ez a Péter, ráismerek.
És akkor ő ezt arra használja, hogy az egyház, a Péter hajója, az, tehát hogy vannak emberek, akik közelítik Jézust, de nem fedezik még föl, hogy igazából, hogy ki a Jézus. De jó irányban vannak. Igen. Lassan, mint a vak, ugye először még csak, mintha fákat látnék, látom az embereket járni. És az ökumenére. Szóval számomra egy fontos kérdés mindig az, hogy nem az, hogy fölismerte már valaki, itt most áttérek a vallásközi párbeszédre és a buddhizmushoz vissza, hogy ne engedjelek olyan könnyen, hogy nem az, hogy még nem ismerte föl Jézust, hanem hogy jó-e az irány. Tehát, hogy ha a hitünket valóban valljuk, akkor... Bocsánat, levetkőzöm, mert nagyon izzadok. Igen. Az nem az kérdéstől. Ha igaz, valóban arról szól a hitünk, hogy és ezt valóban elfogadtuk, megértettük, hogy nincs más kapu az Atya felé, Jézus a neve, hogy ő kapott minden hatalmat mennyben a földön, hogy megkerülhetetlen, akkor idő kérdése, hogyha valaki az értékek mentén mozog, és különösen a minden értékek összefoglaló szeretet felé, ahogy azt Jézus mutatja, még ha nem is tudja, hogy a Jézustól tanult szeretetet gyakorolja, akkor úton van, akkor idő kérdése, hogy fölismerje a Krisztust. Szóval én nagyon sok szép tapasztalattal vagyok, sok jezsuita testvéremet ismerem, nemrég Katmanduban találkoztam, sokat beszélgettem azzal, aki a generálisnak a buddhista ügyekben tanácsadója, vagy egy másik, aki az előző tanácsadó, egyszer meglátogattam Kalambóban, Sri Lankán, egy Aloysius Pieris, egy egészen kiváló ember, ő is mind a tudományok területén, mind a lelkiség területén, és nagyon-nagyon sok jó termése van annak a nyitott lelkületnek, feltétlen hűségnek Jézushoz, de ugyanakkor barátként, testvérként tekintett minden buddhista ennek a dolognak. Nagyon sok jó gyümölcse van. A buddhizmus ma nem az, ami volt 2000 éve. Ugye, ahogy én azt tapasztalom, egy állandó kihívás mindenféle más vallás számára Jézusnak a személye, a keresztényeknek a tanúságtétele, hogy megválaszolják azokat a nyugtalanító kérdéseket, amiket fölvet Jézusnak a személye számukra. És ennek során egy belső fejlődésben vannak, egy belső változásban vannak. Szóval nem ugyanaz, amikor ma valamiféle szép tanítást hallunk egy buddhista szájból, akkor abban néha fölismerhető az, hogy ebben a században itt milyen nagyon bevonult a keresztény-buddhista párbeszéd a buddhista hagyományba, ott abba, és az már jön, mint örökség. Szóval én tudom vizionálni azt, hogy eljön az idő, amikor, ahogy voltak zsidó keresztények, voltak ilyen keresztények, olyan keresztények, Jézusat, aki magához öleli Jézust, az, aki volt, az elkezd átalakulni. Átrendeződnek a korábbi értékek. És most egészen konkrétan gondolok egy butáni buddhistára, aki 16 évesen egy jezsuita iskolába járt, kérte a keresztséget a butáni királyi család tagjaként, aztán évek teltek el, tanult egyet, kérte a felvételét a jezsuita rendbe, és most ő a provinciális, ottan a darjeelingi jezsuita provinciában. És beszélgetve vele ott Darjeelingban, azt mondja, hogy figyelj Szabolcs, én nem hagytam el a buddhizmust, én magamhoz öleltem a Krisztust. És Krisztust el nem engedem, és mindaz az érték, ami jött velem az előző életemből, az Krisztusban új értelmet nyerve virágzik tovább. Ez világos beszéd, de akkor is, tudod,
az ilyen vallásnak, mint a hinduizmus, buddhizmus, azért ott van egy szabad akarati probléma, amit nekik meg kell küzdeni. Szóval azt mondja, még egyszer, szóval, ha Isten velünk, ki ellenünk, aztán ha Krisztus fel nem támad, hiába való a mi hitünk. Tehát ott van a ha szó, az a szabad akar, igened legyen, igen, nemed nem. Tehát ez a szabad akaratnak a példázata a Bibliában, ugye? Pozitív, 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 negatív, negatív, pozitív, minden más eset rossz. Tehát igened legyen, igen, a kegyelemre mondjál igent, nemed legyen, nem, a kísértésre mondjál nemet. De ezért vizsgáljátok meg, amit kaptok. Bölcsesség széke, ugye Loreto Litániát tegnap még mondtuk. Azt mondja, ahogy kezdődik, igened legyen, igen, nemed nem. De ha a kegyelemre nemet mondok, negatív. Vagy a kísértése igent mondok, negatív. Na most, ezekben a világvallásokban, mint a buddhizmus, meg a hinduizmus, ott van a nagy probléma, hogy a felelősség a reinkarnáció miatt borzasztó nehez súlyt tesz rájuk, hogy a személyes felelősséget fölvállalják. Mert ha már személyes felelősségre, a szabad akarati létükre ráébrednek, akkor már Krisztust meg lehet találni. De a szabad akarati lét nélkül Krisztust nem lehet megtalálni. Nem lehet megtalálni, mert akkor babona jön, szerencse jön, minden jön, véletlen jön, aki a véletre hivatkozik, az nem az ördög unoka, hogy se. Ugye? Tehát azt mondja az Úr Jézus, aki engem akar követni, vegye föl keresztjét. Tehát, de a Bibliában például kristálytisztán bent van, hogy nincs reinkarnáció. Kristálytisztán bent, több helyen, de egyet engedjenek meg. Tehát ének idején Nikodémus fölkeresi Jézust. Ugye miért? Mert félt a többi rabbitól. Fölkereste a rabbi a rabbit, mert hoppá, ez a rabbi furcsa tanár. Tanár a tanárt. Fölkereste. Ének idején. Mert azt látta Nikodémus rabbi, hogy Jézus rabbi ugyanazt tanítja, mint ő, csak ő nála van eredmény. Náluk meg semmi. Fölkeresi ének idején. Azt mondja, Jézus rabbi testvér. Hát hogy lehet az, hogy te ugyanazt tanítod, mint mi, nálad halottak, ugye nem föltámad, mert föltámadás még nem volt, halottak, életre kelnek, rosszul van fordítva, halottak, életre kelnek, bénák járnak, süketek hallanak, némák beszélnek, ez hogy, nálunk meg semmi. És akkor az Úr Jézus levizsgáztatta Nikodémust. Azt mondta neki, Nikike, bocsánat, Humori, Nikike. Hát újra kell születni, azaz reinkarnálódni kell. Ez egy rossz válasz. De miért mondott ilyent az Úr Jézus? Megnézte, hogy ez följelenteni jött-e, vagy megigazulni. Ez olyan rabbi, aki majd, vagy olyan rabbi, aki talán. Hú, de jó lenne egy rabbi itt a tanítványok között. Akkor lehetne, akkor Petyus helyett át tudta volna adni a hatalmat, neki milyen jó lett, könnyebben ment volna a bot. Hát ott egy csupa halászember voltak ilyen, az akkori számítástechnikusok, mert az egy komoly szakma volt akkor. De tanár nem volt közöttük egy se. Azt mondja, hát Nikike, újra kell születni, az reinkarnál, lefordítva, reinkarnálódni kell. Nikodémus meg nem volt hülye rabbi. Azt mondja, miket nem beszélsz Jézus, rabbi testvér? Hát csinálok, nem mehet vissza valaki az anyja méhébe. Mondhatta volna durvában is. Az Úr Jézus meg nem azt mondta neki, Nikike, ne káromkodj ilyen intellektuálisan. Hanem azt mondta neki, hogy Nikodémus, kezded kapizsgálni. Hát én azt úgy értettem, hogy újjá születni. Újra nem lehet születni. Újjá születni. Szentlélek és víz által. Nikodémus alágondolkodott rajta. De nagy pénteken már ott sertepertélt a kereszt körül a levételnél. Akkor már nem félt, pedig szabad jött a rabbinak.